Evina, hogy érzed magad Zalaegerszegen? Milyen volt ez az elmúlt időszak? So, Evina, how you feel in Zalaegerszegen? How was this past time, this month and a half that you've been here? Well, as I said the first time that he asked me, I feel great. We have a great atmosphere. The team is pretty amazing to me. And until last weekend, I was extremely happy because we were only winning. So the feeling was even better. Now we're coming from a loss, so you know, I feel a little bit bad, but only for that. Ahogy mondta, amikor idejött, akkor is továbbra is nagyon jól érzi magát, nagyon jó az atmoszféra a csapatban, csodálatosnak érzi a csapatot, az egységet. Egészen a múlt hétig teljesen minden tényleg tökéletes volt, és jó volt, mert csak nyertünk. Most egy kicsit van benne egy rossz érzés a vereség miatt, de amúgy teljesen jól érzi magát továbbra is. Megelőzte a kérdéssel. Szegeden neked jól ment a játék, a csapatnak viszont annyira nem, és most vereség lett a vége. Milyen volt ez a Szeged meccsed? Ezt láttuk, hogy nem sikerült. So you went a little bit ahead with the question about the Szeged game. We lost, you had a great game, but how do you feel about this Szeged game? They obviously saw it that we couldn't make it, but how do you feel about it? Well, there is no great game when it comes with a loss. So that's the only thing important that we lost. It was a tough game, away game. So, tehát, hogyha egy vereség van, akkor nem gondolja, hogy egy embernek lehet úgymond csodálatos vagy kiemelkedő meccse, mert csak az számít, hogy a csapat nyere vagy sem. Egy nagyon kemény idegenbeli mérkőzés volt. Tactically, we watched the game with the coach and we saw our mistakes and we have to work on them and only get better. We have to leave this game behind us, work very hard. We have a difficult way, the league is long. Everybody now is counting on playing hard against us, so it's not going to be easy. We only have to get better, so we are focusing on that. Superstar, eh? Visszanéztük a mérkőzésünket az edzőkkel, és megnéztük a jólokat, a hibákat. Ezekből a hibákból tanulnunk kell, és nagyon keményen kell dolgozni, hogy kijavítsuk őket. Egy nagyon kemény szezon ez, bajnokság, sok csapat pályázik ugyanarra a helyre, tehát mindenki számolja a győzelmeket, csak magunk mögött kell hagyni ezt a vereséget, és a következő lépésekre koncentrálni, és gyűjteni ezeket a győzelmeket. A következő meccs szintén egy nagyon nehéz mérkőzés lesz a Győr ellen, viszont ez számodra egy érdekes összecsapás, hiszen egy honfitársad ellen is kell játszani, nem csak a Győr ellen. So the next game will be also really tough, really important game against Győr. And it's also probably a special game for you against your country mate. Definitely it's going to be a tough game, especially because we're coming from a loss, but because also lately after we won Deveteca, everybody believes we are very strong, so everybody's coming strong on us. Tehát természetesen egy nagyon kemény mérkőzés lesz, főleg azért, mert egy vereségből jövünk. De ettől függetlenül mindenki már úgy készül ránk, hogy nagyon keményen jönnek ide, hiszen megmutattuk a DVT-k ellen is, hogy tudunk jó csapatok ellen nyerni, és nagyon erősek tudunk lenni. We have to stay focused on our game, correct our mistakes during the game, bring back the win in our home court, and get back our confidence. Nagyon kell koncentrálnunk az egész meccsen, ha hibákat vétünk, azokat rögtön ki kell javítani, és így meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Ismét hazai pályán játszunk, és vissza kell szereznünk a győzelmet itt, és az egész győzelmi sorozatot, és ezzel vissza kell építenünk az önbizalmat, amit esetleg egy kicsit elvesztettünk a múlt héten. About Artemis? Yeah. Every game here with Zala is a great special game for me, so nothing changed on that. About Artemis, the only good thing is that I'm going to see her after the game. Before the game, we're just open, so I want to win. Igazából a barátnőjéről, Artemisről annyit, hogy úgy gondolja, hogy ez egy ugyanolyan meccs. Neki minden meccs különleges itt Zalaegerszegen, és az egyetlen, aminek örül, hogy majd meccs után találkoznak, de a meccs előtt és a meccs alatt ő is csak egy ellenfél.